negyedik alkalommal találkozhattak Farsangi Mulatság keretében a Zeneuvi növendékei. A gyerekeket számos foglalkozás várta, többek között néptáncoktatással és kézműves foglalkozással is készültek a szervezők. A Tálos Edit Alapítványnak a kuratóriumi elnökeként igyekszem megszervezni ezt a nagyon kedves programot. Ez azt jelenti, hogy a hetente három csoport működik a zeneóvis foglalkozásként, és hogy ezek a gyerekek itt a Farsangi Mulatság keretében találkozhatnak egymással, beöltözhetnek, és vendéget hívok, új játékokat ismerhetnek meg, új dalokkal ismerkedünk. De nem csak ilyenkor, hétvégenként és a hétköznapokon is több fős csoportokban ismerkedhetnek meg a gyerkőcök a zeneművészetével. A zeneóvis foglalkozásoknak az elsődleges célja, így nagyon hivatalosan megfogalmazva, az a zeneiskolai növendékeknek az utánpótlása, tehát a biztosítása annak, hogy minél több hangszeres kisgyermek kezdje meg a tanulmányait, akár a következő tanévben. A képzés keretében Végvári Köves Melinda, a fagott művész óvodapedagógus kolléganőm vezet egy csoportot a zeneiskolában, jó magam pedig Varró János tanárúrral, a Csóri Sándor alap támogatásával magyar népi játékokra helyezzük a fő hangsúlyt. Az alapítvány az egész éves foglalkozások mellett rendszeresen szervez programokat a gyerekek számára, többek között közösségi futást, hangszerbemutatókat és egyéb zenei versenyeket is, ahol bemutathatják tudásukat az ifjú tehetségek.